A nyitóceremóniát a Sándori Alekszandrovó Művelődési Egyesület táncosai tették ünnepélyesebbé, sokan táncra perdültek, mert a mozgás is az egészségmegőrzés fontos része. A vásár célja népszerűsíteni a gyógyításhoz való természetes és alternatív hozzáállást, az emberekben tudatosítani a megelőzés fontosságát. A természet megél az ember nélkül, de az ember nem élhet meg a természet nélkül, hangsúlyozta megnyitó beszédében Etela Jerinkić, egészségüggyel és oktatással megbízott szabadkai segédpolgármester. A 26 éves múltú Badavi Poliklinika nagy hangsúlyt fektet a hivatalosan is elismert természetes gyógymódokra. Mert sú to zapravo metode i postupci koji sú prirodni i koji sú bez nuzdelovanja i koji teže povratiti izgubljenu ravnotežu ako je neko već bolestan ili ako je neko zdrav, jer ne treba čekati da budemo bolesni, ako je već, dok je neko još zdrav, da tako što duže i ostane. Zato je važno jer pomaže da što lakše i jednostavnije duže ostanemo u dobrom zdravlju. A Darkfield mikroszkópiás vérvizsgálatot alternatív vizsgálatként alkalmazzák a hagyományos komplett vérkép mellé. Egy csepp vérből pontosan felmérhető az egészségi állapot összképe. A stressz látható például, hogy mennyire van megterhelve a szervezetünk stresszel, méreganyagok föl vannak együlemmel a szervezetben, aktuális vízellátottságot, ásványi anyag hiányokat kimutatunk, koleszterin kristályok kimutathatóak, a triglicerid szintnek megfelelő zsírok úszkálnak-e a vérben. Szombaton sokan látogatták az egészségvásár standjait. Egy kiadós reggeli és egy stresszesen indult nap után érdemes a vércukorszintet ellenőrizni. 6,8. A körülményekhez képest még elfogadható. A második egészség és alternatív gyógyászati vásáron vasárnap is egész nap ingyenes orvosi tanácsadással, különféle vizsgálatokkal és bemutatókkal várják az idelátogatókat a Galéria Hotel átriumában.